A Csemadok 1949-es megalakulása után a dunaszerdahelyi járás szinte minden településén létrejöttek az alapszervezetek. A rendszerváltozás után az állami támogatás megvonása következtében egy ideig csak 24 alapszervezet működött. Megpróbáltuk és megpróbáljuk újból szervezni a Csemadokot. Az utóbbi időben, csak a választások óta 8 helyen sikerült újraindítani a Csemadokot, és jelenleg a dunaszerdahelyi területi választmánynak 47 alapszervezete van. A rendezvényen kitüntetéseket is átadtak olyan személyeknek, akik tevékeny szerepet vállaltak a Csemadok munkájában. A dunaszerdahelyi Fibi Sándor szintén elismerést vehetett át. A kulturális szervezettel már évtizedekkel ezelőtt kapcsolatba került. A lényegét az csak később értettem meg, amikor már az iskolai minisztériumban dolgoztam, és rá kellett jönnöm arra, hogy a Csemadok, amely kulturális szervezetként alakult, egy irányító pártnak olyan szervezetévé, hogy segítsen a párt politikáját realizálni, teljesen észrevétlenül is nagyon okosan érdekvédelmi szervezetté alakult. A Csemadok a mai napig meghatározó szerepet tölt be a felvidéki magyarság kulturális életében. 32 országos rendezvénye van, a dunaszerdahelyi területi választmánynak pedig 17 saját rendezvénye. Jelenleg a szervezet két fontos célja a szórványban élő magyarok helyzetének felmérése és a velük való kapcsolatteremtés, valamint minél több fiatal bevonása a Csemadok munkájába.